Köszöntöm nézőinket! Önök a Szentendre Ma hírmagazinunkat látják. Elsőként lássuk mai adásunk tartalmát röviden. Közmeghallgatás. Egres utcai hídépítésről, a gyakori csőtörésekről és a hulladékszállításról is kérdezték a testületet a szentendreiek. Baleset megelőzési bizottság. Évzáróülést tartottak a kapitányságon. Szentendrei Rév megálló épül az utazók kényelme érdekében. Folyamatos téma volt a városi utak felújítása, az Egres utcai kishíd újjáépítése és az egyre gyakoribb csőtörések és hulladékszállítással kapcsolatos észrevételek is az idei közmeghallgatáson, amit hétfőn tartott a képviselőtestület a Városháza dísztermében. Elmondhatták a városban élők javaslataikat, véleményüket, a lakóközösségüket a Szentendrét érintő kérdésekben a december 4-én tartott közmeghallgatáson. Számos kérdés érkezett írásban is, de a helyszínen is sok hozzászólást intéztek a városban élők a polgármesternek. Újra felmerült az Egres utcai kishíd megépítésének csúszása, az egyéb munkákkal kapcsolatos garanciális javítások és a ködbérfizetés érvényesítése. Lehetősége is. Szeretném megkérdezni, hogy ki gondolta azt, hogy egyáltalán lehetővé lehet tenni azt, hogy ott azon a hídon gyalogos forgalom legyen, amikor a fölülről jövet jobb oldalon legalább 2 méter, de lehet, hogy 4 méter korlát hiányzik egy olyan részen, ahol minimálisan 2, 3 vagy 4 méteres szakadék van. Balesetveszélyes. Tavalyi október 20-ai itt tartott lakossági fórumon hangzott el először, az azt követő rendkívüli városüzemeltetési bizottságon megerősítést nyert, és utána többször elhangzott a lakossági fórumokon és egyéb közléseken, hogy amikor az Egres úti híd befejeződik, akkor megvalósul az Egres út, Naputca, Szélkerék utca egyirányosítása, illetve az Egres úton a gyalogos ösvény biztosítása. Se híre, se hamva, se egyik, se másiknak. A kérdező a beruházások mellett felállított plakátok szereplőivel kapcsolatban is szeretett volna választ kapni a városvezetéstől. A polgármester kérésére a városfejlesztési alpolgármester válaszolt. Mederkorrekció az még valóban most zajlik ez a projekt, úgyhogy ebben még én sem vagyok napra kész, nem is láttam az elkészült művet, úgyhogy ebben írásban válaszolnánk akkor majd a kérdésre. Az Egres utcai beruházás kapcsán ott még most zajlik a hibajavítás, tehát még nem vette át az önkormányzat, ennél fogva még az elszámolás sem kezdődött el, de természetesen a ködbérezéssel az önkormányzat fog élni, amennyiben ez felmerül. Úgy látom, hogy ez felmerül ebben az esetben. Bár kisebb módosításokat az önkormányzat is megrendelt utólag, ennek a kivitelezés kapcsán egyik ilyen elem például ez a korlát, amit említett, tehát az, ami ott látható, az csak az ideiglenes baleset veszély elkerülése véget került kihelyezésre, az a kis korlát, tehát oda egy beépített rendes fémkorlát lesz majd beépítve, ahogy az a hídon is van. Az egyirányosítás, vagy kör egyirányosítás kapcsán a bizottság hozott egy határozatot, de ezt még most majd vissza fogjuk vinni a bizottság elé ezt a kérdéskört, mivel közben megterveztük az Egres utcának ezen a szakaszán a járdát útszélesítéssel együtt. Ugye az egyirányosítás az egyfelől jó az jó az autósoknak, legalábbis az egyik irányba jó, de viszont ez általában gyorsítja a forgalmat, ami a gyalogos közlekedés még inkább veszélyeztetni, tehát lehet, hogy inkább az elkészült tervet valósítaná meg az önkormányzat, és ezt fogjuk beterjeszteni a bizottság elé, ami gyalogos járdát is magába foglal, és az útszélesítését is, és ezáltal lehetne ezt a problémát kezelni. Élt a reagálási lehetőséggel a kérdező, ami további válaszokat vonzott magával. De az egyik az Egres úti híddal kapcsolatban. Én azt gondolom, hogy valami nagy probléma van a projektek végrehajtásának az ellenőrzésével, hogyha egyáltalán olyan módon, én most visszatérek a korlát veszélyes hiányára, egyáltalán egy mű így elkészülhet. Azt már látni kellett volna egy szakembernek előtte, és intézkedni, hogy ilyen nincs, ezt nem lehet csinálni. A másik dolog,
A polgármester úrtól szeretnék kérni egy kicsit bővebb magyarázatot arra a válaszra, ami úgy hangzott, hogy köszöni szépen a megjegyzést a táblákkal kapcsolatosan. Én szeretném egy picit megérdeklődni, hogy ez valójában mit jelent. Köszönöm. Köszönöm szépen, ez pontosan azt jelentette, hogy értettem a észrevételt, és köszönöm szépen a jelzését. Én magam is abban a körzetben lakom, vannak olyan dolgok, amelyeket személyesen is vállalok, vagy személyesen is képviselek. Ilyenkor vannak ilyen irányú kérdések is, kérések, mint például a GSM antennával kapcsolatban is volt egy olyan kérés, hogy személyesen képviseljem az ott lakókat, de természetesen amennyiben a körzeti képviselő viszi a hátán azt a dolgot, akkor ő arcképe jelenik meg. Értettem a felvetést, úgyhogy azt hiszem, hogy... És akkor képviselő úr is, aki ehhez hozzá kíván szólni, akkor tessék, parancsolj. Köszönöm. Polgármester úr, szerintem elbeszélünk egymás mellett. Kifogásokat lehet találni, de nem érdemes. Úgy gondolom, hogy a városi költségvetés nem egy ember költségvetése, nem egy párt költségvetése, az a város költségvetése. Ráadásul a költségvetést meg is szavaztuk. Tehát még ez sem befolyásolhatná a polgármester urat. A másik dolog, hogy ha elindul egy önkormányzati program, és az összes általam elküldött problémát szépen lassan elkezdi az önkormányzat megvalósítani, nagyon helyesen. Akkor szerintem, ha egyenlő mércével mérünk, akkor itt nem lenne ilyen probléma. Gyakoriak a csőtörések városszerte. A Pomázi úton élő egyik hozzászóló is ezügyben, valamint a hulladék elszállításával kapcsolatban is tájékoztatást kért a képviselőtestülettől. A hulladék szállítással kapcsolatban pedig sok olyan dolog van Szentendrén, ami magasabb szinten valósul meg, mint ami a országos hulladékkezelési tervben elő van írva, és mint köztudott, január 1-től lesz egy átállás, egy új rendszerre kell átállnunk, amikor vélhetően a FKF lesz a közszolgáltató Szentendrén, és annak az alvállalkozója a Városi Szolgáltató ZRT. Meg fogjuk őrizni azokat a magasabb szintű szolgáltatásokat, mint a szelektív hulladékgyűjtés, ugye a szigetes rendszer, vagy a házhoz menő rendszer, a zöld hulladéknak a begyűjtése, a hulladékudvar, ami hétfőtől szombatig nyitva van, és ez egyedülálló a környéken, tehát nincs ilyen szintű szolgáltatás máshol, legalábbis a régióban nem tudunk ilyenről. Ezeket meg fogjuk őrizni mindenféleképpen, és a város saját költségvetésből is fogja ezt támogatni. További reakciók, kérdések is elhangoztak a szentendrei közmeghallgatáson, amiről holnapi adásunkban számolunk be. Három autó ütközött össze ma reggel a tegnapi baleset helyszínén, a Kovács László utca és a 11-es út kereszteződésében. A balesetben nem sérült meg senki. A szentendrei tűzoltók áramtalanították a járműveket. A forgalom sokáig mindkét irányba rendőri irányítás mellett haladt. Fokozott figyelemmel közlekedjenek az átjáró környéken, ahol a tegnapi balesetben kidőlt villanyoszlopot még nem állították helyre, így a jelzőlámpa nem működik. Megtartotta évzáró ülését Szentendre Város Baleset Megelőzési Bizottsága. Kovács László rendőrezredes, a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője, a bizottság elnöke, köszöntője után Gulyás Anita rendőr alezredes asszony, a közlekedés rendészeti osztály vezetője ismertette a bizottság éves munkáját. Új taggal bővült a Baleset Megelőzési Bizottság, a korábbi résztvevők Petricskó Zoltán Szentendre alpolgármestere, dr. Udvarhelyi István Budakalász jegyzője, Szárazné Fehér Tímea pedagógus, Horváth Jenőni a Kossuth Lajos Nyugdíjas Klub elnöke, valamint Lakatos Melinda, a Szentendrei Média Központ képviselője mellett Kaló Krisztián, motoros és autós oktató csatlakozott a bizottsághoz. Az ülésen a tagok egyhangulag megszavazták és elfogadták a 2017. évben folytatott baleset megelőzési munkát. A balesetek nagy többség azért mindig valamilyen emberi mulasztás miatt történik, és biztos, hogy segítenek ezek a kis filmek, mert hogy
nagyon sokszor fejben dől el, hogy az ember hogy közlekedik. Most téli időszak van, leteszi mindenki a motort, és tavasszal nagyon sokan úgy ülnek vissza, hogy ahonnan abba hagyta, de közben kimaradt fél év, és nagyon sok minden megváltozik. Úgyhogy ha föl tudjuk hívni a figyelmet rá, akkor már volt értelme. Szentendre és környéke kedvelt kirándulási célpontja a motorosoknak, ami egyrészt a Dunakanyarnak, másrészt a szerpentines utaknak köszönhető. Kaló Krisztián szerint a helyi motoros létszám jóval nagyobb, mint más térségekben. A Város Baleset Megelőzési Bizottságának fő céljairól a Szentendrei Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztály vezetőjét, Gulyás Anitát kérdeztük. Egy éves terve alapján dolgozunk, ebben az évben is voltak olyan célkitűzéseink, amiket sikerült megvalósítanunk, voltak olyanok, amit sajnos nem, de nem adjuk föl, mert ezeket jövőre ismét megpróbáljuk megvalósítani. A fő cél az, hogy a területünkön ne legyenek balesetek, illetve lehetőség szerint minél kevesebb baleset történjen, illetve ne sérüljenek meg az emberek balesetben. Ezt sikerült nagyjából elérni, bár még mindig vannak sérüléses balesetek. Szentendre Város Baleset Megelőzési Bizottságához Buda Kalász is csatlakozott. Azt szeretnénk mindenképpen elérni ezzel a törekvéssel is, és számos más törekvésünkkel is, hogy a városban közlekedők nyugodtan tudjanak közlekedni, lehetőleg a szabályokat maximálisan tartsák be, a minimálisra tudjuk csökkenteni azokat a közlekedési rizikókat, amelyek jelenleg a városunkban járművel közlekedőket fenyegetik, legyenek azok kerékpárosok, legyenek azok gépjárművezetők, motorosok, illetve természetesen a gyalogosok is ebbe a körbe számítanak. Ebben a tevékenységben nagyon jó és hasznos szövetségesre lehetünk itt a szentendrei kollégákkal. Ez a bizottság föltárt már olyan innovatív módszereket, egy gyalogos átkelőhelyre gondolok itt, amely egy intelligens gyalog átkelőhelyet jelent, amellyel kapcsolatosan a budakalászi városvezetők is nagyon pozitívan nyilatkoztak, és esély van arra, hogy esetlegesen a következő évben, vagy az azt követő évben ebből ténylegesen meg is valósuljon valami, és ezzel is a gyalogosok, illetve a közlekedők, valamint a forgalombiztonság érdekeit szem előtt tartva egy nagyon érdekes, innovatív beruházásra kerüljön sor Budakalászon. A két város közötti együttműködés a megelőzés jegyében kiterjed, többi között az unokázós csalók ügyeire is, a város szépkorú lakóinak védelme érdekében. Fedett várakozó helyet építenek a Szentendre Szigetmonostori rév kikötőnél az utazóknak. A munkálatok december első napjaiban kezdődtek, és várhatóan a hónap közepére be is fejeződnek. A beruházás pályázati forrás segítségével a város és a rév üzemeltetőjének összefogásával valósul meg. A fejlesztéseknek köszönhetően esőtetővel, padokkal teszik komfortosabbá az ingázóknak és a turistáknak a várakozást. A váróban tájékozódhatnak a kifüggesztett menetrend segítségével a járatok indulásáról az érdeklődők. A kivitelezés ideje alatt a lépcsőt lezárták, ezért a révet jelenleg szervízút felől lehet megközelíteni. Végül a várható időjárásról. Enyhe időre számíthatunk pénteken. Többfelé előbújik a nap, helyenként 12-13 fokot is mérhetünk. Délután nyugat felől hideg front érkezik, elkezd esni az eső, amit éjjel havas eső, havazás vált fel. Adásunk végén következzenek legfontosabb híreink még egyszer. Folyamatos téma volt a városi utak felújítása, az Egres utcai kishíd újjáépítése és az egyre gyakoribb csőtörések és a hulladékszállítással kapcsolatos észrevételek is. Előkerültek az idei közmeghallgatáson, amit hétfőn tartott a képviselőtestület a Városháza dísztermében. Három autó ütközött össze ma reggel a tegnapi baleset helyszínén, a Kovács László utca és a 11-es út kereszteződésében. A balesetben nem sérült meg senki, a szentendrei tűzoltók áramtalanították a járműveket, a forgalom sokáig mindkét irányba rendőri irányítás mellett haladt. Megtartotta évzáró ülését Szentendreváros Baleset Megelőzési Bizottsága. Kovács László rendőrezredes, a Szentendrei Rendőrkapitányság vezetője, a bizottság elnöke, köszöntője után Gulyás Anita rendőr alezredes asszony, a közlekedésrendészeti osztály vezetője ismertette a bizottság éves munkáját.
Fedett várakozó helyet építenek a Szentendre Szigetmonostori rév kikötőnél az utazóknak. A munkálatok december első napjaiban kezdődtek, és várhatóan a hónap közepére be is fejeződnek. Önök a híradót látták. Maradjanak velünk a továbbiakban is, mert hamarosan Fókuszban című magazinműsorunk következik, amiben Palkovics György vadásszal, íróval láthatnak egy beszélgetést. Friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor várjuk Önöket, már a Magyar Telekom IPTV hálózatán is. További híreinkért keressék fel a tvszentendre.hu oldalt, ahol élőben nézhetik adásainkat. De csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Megtisztelő figyelmüket köszönöm, a viszontlátásra!